földi lét vége is nincs tovább. Már nem várnak bontatlan álmok, színes, szép csodák, hajnalok sem köszönnek rád, és melegét nem hintik rád a nap. De nekünk, kik itt vagyunk még, csak emléke, mi megvan. A hangod, a mosolyod, és minden apró kis mozdulat bennünk él tovább, ami félte üdvözlő parkot. És a holnap vágyaid és titkok, melyekről soha nem beszéltél, de talán mert szégyelted, vagy talán mert féltél, kiálts ki bátran és hadd hallják a csillagok, melyet földi halandó megérteni, talán soha nem tudok. De most lehúgy szemmel és felhűt távolából nézel a földre. Jöttél valaha sírva egyszer, és február 4. napján szóltál csendben. Mentél el. Örökre. Megrendült szívvel, könnyező szemmel, és fájó léleknek kellett, ha találkozunk, ha mindenki hívta és ismerte, Zsuzsa búcsúztatóján, akit már nem javasztanak a hétköznapok gondjai, és nem kínozza őt semmilyen betegség. Tehát a halál, egy tartalmas élet után, elragadta őt az élők sorából, és a valogi hamvak láttán, test közelben érezzük az elmúlást. Azt, hogy születünk, azt, hogy élünk, és azt, hogy meghalunk, mennyire egyszerű dolog is ez, hiszen nem kell hozzá magyarázat, hogy az ember születésével együtt saját magával gondozta a halálát is. Barát és önök fértek el benne. Mert az ő életét önök töltötték meg tartalommal, megszépítették, és értelmezték hozzá. Az ember mindig küzd, hogy szebb és jobb és boldogabb élete legyen, reggeltől estig úton vagyunk, és meg kell állnunk, pihennünk el és élvezni az életet. Hiszen egyszer csak megszabad a fonál, a munkánk az befejezetlen marad, csak önök, akik itt vannak a mai nap folyamán, érzik az ő halálát, az ő hiányát. Tudjuk és emberi értelemmel felfogjuk, hogy minden életnek elmúlás kell, hogy legyen a vége. Itt hagyunk szeretteinket, itt hagyunk a családunkat, a gyermekünket, a unokáinkat, a dédunokáinkat, a barátainkat, a volt kollégáinkat, és mindezt az életet, amelyet önök közösen együtt megéltek, és talán még élhetnek volna. Mert, ahogy mindenki ismerte, Zsuzsa 1931. július 26. napján Szeged városában látta meg a felkerülnök fényét. Egy olyan családban, egy olyan világban nőtt fel, ahol alapvető emberi érték volt a szeretet, a mások iránti tisztelet, a megbecsülés és az elfogadás. Zárkózott természetű ember volt, a könyvekből, a mesékből merítette a képzeleteit, a vágyait, az emlékeit. Közgazdasági szakközépiskolát végzett, majd 1950-ben házasságot kötött, és 1951-ben megszületett a gyermeke, aki mindig szeretetben, tisztességben és gondosságban nevelt. A posta központi kábelüzeménél dolgozott adminisztrátorként, munkatársai szerették és tisztelték, szakmai munkáját számos elismerés és emberi magatartás kímélte.
el a család szétféle. Mégis ennek ellenére unokái, dédunokái is mindig jó szívvel emlékeztek őre rá. Zsuzsa mosolyát, az intelligens, megértő, segítőkész ényjét, és innen, amit önök kaptak tőle és kaptak belőle, elviszik magukkal az olvasás szeretetét, a színházat, a mozit, tegyék be őt a szívük és lelkük közepébe, és adjanak hálát a Teremtő Istennek, az élet urának, hogy önök közt él, és hogy önök közt lakhat. Adjanak hálát azért, hogy családtag volt ő, adjanak hálát azért, hogy boldog és büszke édesanya volt ő, nagymama és dédi volt ő, családtag és barát volt ő, ami a legfontosabb, a legeslegfontosabb, hogy a maga nemében, a maga életében ember volt ő mindig, minden körülményben. S fájó szívvel gyászolják és búcsúznak tőle. Búcsúzik fia és párja, unokái, dédunokái, a barátai, a volt munkatársai, a főnökei, a testvérei és párja, a rokonai és barátai, és önök valamennyiek eljöttek a mai nap folyamán, hogy egy életet bezárva, egy életet lezárva elkísérjék őt utolsó útjára és utolsó nyugvóhelyére. Ne fájjon nektek, ha már nem vagyok, hisz napként az égen nektek ragyogok. Szép idő van és kék az ég, jusson eszetekbe sok szép emlék. Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, inkább a szép dolgokon kacagjatok. A teli holdban az értetek ragyog, és azt jelenti, hogy boldog vagyok. A hulló csillag száll az éjféli égen át, akkor mondjatok értem egy imát. Én is imát mondok majd értetek, hogy boldog lehessen szívetek. Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok. Inkább a szép dolgok. Mert nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek. Diába szállnak árnyak, álmok és évek. A szívünkben maradnak örökkön örökké, mert hazánk nekünk a végtelenség. És adjon az élet ura örök nyugodalmat néki. Az örök világosság fényeskedjék néki. Nyugodjék ő békességben, most és mindörökkön.